A gólyák bemutatkozásával színesedett a nap. A gólyabál előprogramja csak érdekesebbé tette a napot, amiután a kis gadaisok már igazi tagjai lehettek a közösségnek. Estére aztán előkerültek az ünneplők, hogy sor kerülhessen az eskütételre és természetesen a bulira. Most jött el az a pillanat, hogy hivatalosan is felavatunk titeket, mint iskolánk becses diákjait, amit egy eskü keretében fogtok megtenni, amit Emil fog veletek végigmondani. Ehhez azonban lenne egy apró feladatotok. Tehát gólyák fél lábra, ahogy egy rendes gólyához illik, és tessék elmondani az esküt, mellyel igazi garaissá értek. Én, mint kis gólya, a Garai Gimnázium lelkes tanulója, esküszöm, hogy itteni pályafutásom során, ha nem távozom idejekorán, Minden tudást magamba szívok. Még ha ezért szabadidőmről le is mondok. Az esküvár kötelez, azért biztosan lesz olyan pillanat, amikor minden szavan nem lesz szentírás. A felavatás után persze következhetett a mulatság, mert hát mégiscsak egy ünnepi pillanat ez egy diák életében. Én mióta ide járok, ez a harmadik éven mindenképp, de előtte is tudom, hogy már több éve ez így megy. Hagyományok például, hogy az eskü, akkor, hogy a gólya király, királynő nyitja meg keringőjükkel az egész bált, és rengeteg olyan dolog van, ami már úgymond hagyománnyá vált, holott nem is úgy indult, és mégis több ilyen is van. A feladatok nagy része, amik jól sikerülnek, azok mindig öröklődnek tovább-tovább. Viszont az eskün is mindig kicsit csiszolunk, a feladatokon is mindig kicsit csiszolunk, esetleg, hogy viccesebb legyen, kicsit több dolgot kelljen tenniük értük, érte. Szerintem ennek óriási töltése van. Én ott álltam ugyanígy fél lábon, egymás fülét fogva, és egyszerűen annyira jó érzés volt, hogy abban a pillanatban tényleg az iskola összes diákja csak ránk figyelt, és azt várták, hogy na most tényleg ők is igazi garaisták legyenek, innentől már nem kis gólyák, hanem rendes igazi garaisták. Avatónak? Hát megmondom őszintén, sokkal jobb. Tehát nem kell végigjárni ezeket a lépcsőket, sokkal jobb, viszont sokkal több munkával is jár. Gólya király és becses neje, ahogy egy királyi párhoz illik, megnyitotta a bált. Azt mondják, egyáltalán nem voltak bántóak a feladatok, amin át kellett menniük, és nagyon jó érzés számukra, hogy ők lettek a kiválasztottak. Főleg azok jöttek oda hozzám, akik már jóba vagyok, és akkor ilyen viccesed, de azért fárasztó volt nagyon. De vicces, de nem volt megalázva egyáltalán. Kellett mondanunk egy esküt a fél lábon, úgyhogy a párunk fülét kellett fogjunk, az elég fárasztó volt, és hát nagyon befogadóak a felsőbb évesek, és szóval egyből éreztük, hogy most már ide tartozunk. Elment egy hónap, most ez egy jelképes ilyen beavatás, de igen, egyből, hát igen, egy hónap után már lehet érezni, hogy most már befogadtak. Úgy gondoltuk, hogy a másik osztály fog nyerni, és így meglepődtünk. Akartál királynői lenni valaha is? Igen. Akkor ez egy álom? Mondhatjuk úgy is. Jövőre ugyanez meg lesz a akkori gólyák, és akkor mi adjuk majd át, ugyanúgy, mint hogy most történt. És miközben a fenséges pár teljesítette protokolláris feladatait, az alattvalók már vígan ropták azzal a büszke tudattal, hogy ők bizony részei egy közösségnek, mely vélhetően soha többé nem engedi el őket.